Sorban állnak a parkoló autók Nyíregyháza belvárosában. Napközben szinte vadászni kell a helyekre. A megyeszékhelye mintegy 17 ezer parkolóhely szerepel a nyilvántartásban, ebből közel 4 ezer olyan, amiért fizetni kell. Ez a szám időről időre növekszik, többnyire a lakosok igényeihez mérten jelölnek ki új fizetős parkolózónákat, hiszen sok panasz érkezik be, amiatt, hogy a hazaérkezők nem tudnak megállni a lakóhelyük környékén a díjmentes területen. Jó hír az autósoknak, hogy áremelés nem történt 2019-hez képest, úgyhogy 2020-ban ugyanazokon az árakon, jegyárakon és bérletárakon parkolhatnak az autósok a fizetőparkolókban. Nagyon sok igény érkezik lakosság felől, hogy vonjunk be több utcát is fizetőzónába, de hát ezeknek azért ugye hosszadalmasabb a felmérése, törvényhez van kötve, hogy mi lehet fizetőparkoló, úgyhogy ez még a jövő kérdése, hogy sor kerül a bővítésre 2020-ban. Éppen a lakóövezetekben élők számára nyújthat segítséget egy kedvezményes 4070 forintos áron elérhető lakás környéki éves bérlet. Ennek kiváltásához az igénylőnek csatolnia kell az autó érvényes forgalmi engedélyét, valamint lakcímkártyáját, igazolva ezzel, hogy valóban abban az utcában lakik, ahová a bérlet szól. Intézmény környéki bérlet is váltható, ez bölcsödébe, óvodába, valamint iskolába járó gyermekek szülei vásárolhatják meg. Az intézménytől kell kérni egy ilyen intézménylátogatási igazolást, ami ugye igazolja azt, hogy valóban oda jár a gyermek. Ennek 2100 forint az éves ára, és ez tanévre szól, tehát szeptember 1-től augusztus 31-éig érvényesek. Reggel 8 és 9 óra között, illetve délután 3 és 5 óra között lehet igénybe venni. Most már az intézménynek a nevét írjuk rá a bérletre, tehát nem konkrét utcákat határozunk meg, hogy hol parkoljon le a szülő, és az intézmény környékén bárhol, ahol helyet talál fizetőparkolóban, azt igénybe veheti. A városban 74 darab parkolóautomata üzemel. Az autósok ugyanakkor mobiltelefonjukról is ki tudják egyenlíteni parkolási díjukat. Az adatok azt mutatják, utóbbit egyre többen alkalmazzák, így egyelőre az nincs napirenden, hogy több automatát helyezzenek üzembe a közeljövőben.